védekezésünket kell majd még jobban összerakni. Meg a támadó játékunkat is, hiszen a Nyköping egy elég kemény védekezést mutatott az elmúlt mérkőzéseken, úgyhogy elég nehéz lesz őket feltörni, de hát azon leszünk, hogy feltörjük azt a védelmet, és hogy jó játékot tudjunk nyújtani támadásban is. Az lepett meg minket nagyon, amikor a Bukarest ellen nyertek, mert tényleg nagyon jól játszottak. A visszavágónál már kevésbé, ugye a Bukarest ellen mi se teljesítettünk hű de jól, mert nagyon sok sérültünk volt. Próbáljuk nézni őket, hogy nagyon sok beállóval összejátszás van, majd ezt próbáljuk még megakadályozni. Nagyon gyors labda fölhozata, a gyors indítás, 7-6 elleni játék, pozíciós játékba fölállt fal ellen is egy megszokott skandináv stílus, ezt várjuk tőlük, de én azt gondolom, hogy inkább a saját dolgunkra kell koncentrálnunk 70-80%-ba, természetesen fölkészülünk belőlük nagyon tisztességgel, mint mindig, játsszuk a saját játékunkat és próbáljuk rájuk erőltetni, tiszteletbe tartva az erősségeiket és a gyengéiket egyaránt.